Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket, és köszöntöm a stúdióban Benes Ferencet, az Atomerőmű Sport Egyesület szakmai igazgatóját, a kajakkenu szakosztály vezető edzőjét. Hát megint eltett egy év, mondhatjuk, megszokott, hogy ilyenkor értékeljük egy kicsit a mögöttünk hagyott esztendőt, illetve előre is tekintünk. Nincs ez most sem másképp, és hát kezdjük talán azzal, hogy elég vegyes volt ez a 2022-es esztendő, ugye már kilábaltunk nagyjából ebből a pandémiás időszakból, helyreállt a rend a pályákon, ha lehet így fogalmazni, de nagyon vegyes volt a kép az Atomerőmű Sport Egyesület házatáján is. Én köszöntöm én is a nézőket. Igen, végre újra visszatértünk ugye a normális kerékvágásba, ami a sportot illeti. Hát voltak azért még ugye furcsa dolgok, ha utaztunk, akkor melyik országban mindig nézni kellett, hogy hol a maszk, hol milyen rendelkezések vannak, az oltási igazolványok, melyik nemzetközi versenyen mit kérnek, tehát azért még egy picit ez így bennünk volt, de hát végre tudtunk utazni, és voltak nemzetközi versenyek, és meg lehetett méretni magunkat egy más országok versenyzőivel is. És hát ami nagyon lényeges, ugye, hogy a szakosztályok az egyesületen belül talpon tudtak maradni, illetve hát működtek is. Ott is vegyes volt a kép, hiszen voltak nagyon szép eredmények, volt egy kicsit gyengébb szereplés is, most itt a kosárlabdára gondolok elsősorban, de hál' Istennek mindenki talpon tudott maradni. Igen, hát ez mint sport teljesítményben, mint gazdaságilag, ugye ez egy megterhelő időszak volt. Nyilván ez kihat a teljesítményre is, de a kosárcsapat szerencsére bent tudott maradni egy nagyon szoros mérkőzésen, de hát ugye ilyenkor óriási a tét a legbiztosabb kezű embereknek is egy ilyen szituációban. Megremeg a keze, mondhatjuk, nyilván nem egy bajnoki döntő, de egy döntővel felérő tét van, főleg egy második mérkőzésen, de volt tartása a csapatnak, és meg tudták nyerni a Pécs elleni kiesési rangadót. Úgyhogy bent maradt a csapat, az idén pedig már ebben a szezonban ugye a 8 közé kerülés a cél. Szoros mérkőzések, de jó mérkőzéseket játszik a csapat, és az, hogy minden mérkőzésen küzdenek elejétől a végéig, azt szerintem nem lehet kétségbe vonni. Majd előre is tekintünk természetesen, de hogyha még a 2022-es évet vizsgáljuk, akkor most egy kicsit a te sportágadról beszéljünk. Ott is nagyon sűrű volt a program. Igen. Hát, nagyon sok verseny, nagyon szép eredményekkel. Igen, sok nemzetközi verseny. Minden nemzetközi versenyen indultak ugye a versenyzőink maraton és síkvízi szakákban egyaránt. Ugye beszélgettünk erről már, többször voltam bent a fiúkkal is a ifjúsági 23-as világbajnokság után. Tehát ugye a Vanda maratonba, Puknoncsi síkvízen, felnőtt VB, felnőtt EB, Hodován Dávid felnőtt EB, felnőtt VB, Kollár Kristóf felnőtt VB-n, aztán az 23-as VB-n, Juhász Pisti az ifjúságiak között az ifjú és 23-as VB-n, Vajda Bence ugyanúgy. Úgyhogy egy nagyon eredményes, jó év volt, rengeteg munkával, sok utazással, fárasztó volt, de nyilván ezért dolgozunk nap mint nap, úgyhogy nagyon jó évet zártunk 22-ben. És mondhatjuk ugyanezt a dzsúdosokról is, a cselgáncsozók is meg tudták rendezni azokat a versenyeket, amik előtte már nagy hagyománnyal bírtak, illetve hát nagyon szép eredményeket szállítottak. Mondhatjuk azt, hogy ott a szakosztálynak a zászlós hajója az a Pupp Réka jelen pillanatban. Így van, a Réka megy elő, ugye vezette a világranglistát nagyon sokáig. Most éppen második helyen áll, káprázatos dolgokat csinált ő is 22-ben, és hát ugye olimpia elé érkezünk 23-ban, úgyhogy még hatványozottabban számítani fog majd minden. És hát megrendezték a Nemzetközi Atomkupát, a Diák Atomkupát, úgyhogy nagy versenyeket itt Pakson visszazökkentek ők is a normális kerékvágásban, és hát utánpótlás szinten is náluk is látszik, hogy jönnek a jobb eredmények, és fejlődnek a gyerekek is.
oda fognak érni. Ez azért is fontos, talán főleg ugye a férfi szakákban, hiszen a nagyok, mondhatjuk azt, hogy hát letették a judokit, illetve hát abba hagyták már a versenyszerű sportolást, és hát edzői fronton például Bor Barna ott van az egyesületnél, Csoknyai Laci azt hiszem most nem edzősködik, de hát ő is abba hagyta. Illetve hát most ott a fiúknál, a férfiaknál a Círen is Miki, aki még versenyben van, de hát sajnos a Miki meg elég is sérülékeny, és nem mindig jöttek úgy az eredmények. Igen, ő sokat küzdött sérüléssel, dolgozik, csinálja a dolgát, amennyire én látom, hogyha bejön az irodába, akkor mindig szoktunk beszélgetni, tehát elszánt, és biztos vagyok benne, hogy meg fog tenni mindent azért, hogy még az olimpiára oda tudjon érni. Hát ha a sérülések elkerülik és tud egy jó felkészülést csinálni, akkor szerintem neki is van esélye. Hát úgy legyen mindenképpen. Egy pár szó csak a sakkozókra, mert úgy tervezem, hogy majd a következő valamelyik adásban mindenképpen sakkozunk egy kicsit. Már csak annak apropóján is, hogy ugye 2024-ben nem csak, illetve 23-ban lesz az atlétikai világbajnokság, 23-ban, vagy 24-ben pedig sakkolimpia lesz Magyarországon. Tehát lesz ott is majd miről tárgyalni, de a sakkozók is szerencsére működnek, indultak a magyar bajnokságba, és jó szerepeltek. Igen, jól szerepeltek, ugye Ács Peti nyert egy felnőtt magyar bajnoki címet, ami... Fiatalon. Igen. Tehát látszik, hogy még mindig jó formában van. Úgyhogy gyerekek is ott is sokan vannak, nap mint nap űzik ezt a szép szellemi sportot az NB1-ben. Szerintem, igen, úgy emlékszem, igen, második helyen végzett a csapat a Nagy Kanizsa mögött. De hát ezeket majd nyilván részletesen a Gosztola Pisti nálam sokkal jobban tudja. Úgyhogy ők is dolgoznak, és egy jó klub életet visznek. Mondhatjuk még ugye a szakcsoportokat, illetve előtte még ugye ott vannak a labdarúgók, ami leginkább ott is az utánpótlásra korlátozódik. Van ugyan felnőtt csapat is, de hát itt is elsődleges az utánpótlás képzés. Igen, az utánpótlás egy nagyon jó edzői garnitúrával dolgoznak, ugye Orosz Józsi vezetésével, nagyon sok kisgyerekkel, hát ugye a labdarúgása az egész világon az egyik legnépszerűbb sportág, én ahogy nézem, ők soha nem küzdenek utánpótlás gondokkal, sok kisgyerek van már egész az ovisoknál, hogy a tornatermi edzésen bent vagyunk a Rákóczi iskolában, akkor párhuzamosan másik fakból, ugye ők vannak egész apró gyerekekkel, térdükig ér még a labda, de már kergetik, rúgják, futnak utána, tehát ezt jól látni. Sokan vannak, és ahogy említetted is, a felnőttben is ugye munka mellett van egy felnőtt csapat, akik hétvégente eljárnak és bajnoki rendszerben megmérkőznek. Ez szerintem egy óriási dolog a labdarúgásban, hogy gyakorlatilag 40, akár 50 évesen is lehet menni, és van egy olyan versenyrendszer, amiben jókat lehet küzdeni, és vannak célok, amiért lehet készülni. Egyébként ez most, ugye ezt mondtad, most jutott eszembe, hogy a jellemző az összes szakosztályra szinte, hiszen a kosarasoknál, hogy valaki kirekszik, akkor ugye volt egy városi kosárlabdabajnokság, most nem tudom, talán az most van, működik, illetve van egy judo öreg fiúk csapat, elég szép számmal üzemel, valamint ott van nálatok is, hogyha a kajakkenóból ott se lehet kiöregedni, hiszen akár a sárkányhajózásban, de akár egyénileg is lehet folytatni a sportot, ha már így említette. Igen. A fociban arra céloztam egy kicsit, hogy 5-7-ről 7-re bajnoki rendszerben, ugye? Hát nálunk is van Masters magyar bajnokság, ahol a Pranzoli, meg még ő mellé mindig csapódnak, de ő állandó résztvevő. Aztán a Kirchner Zolival ketten a sárkányhajó, a römi sárkányhajó csapatban, EB-n, VB-n állandó résztvevők, nyernek is mindig, őket mindig elfelejtem megemlíteni, pedig ez is egy óriási teljesítmény tényleg, hogy munka, meg edzés mellett ezt még beszorítják az életükbe, de nyilván, hogyha van egy verseny, amire készül az ember, az mindig egy extra motivációt tud adni a hétköznapi edzésekre, és ők is rendszerint, és igen, a kajakkenuban is van egy olyan, maga egy öreg fiúk maga, akik reggel 6-tól 7-ig egy kis kondi, futás, ergométer, összejövünk, beszélgetünk, edzünk egyet. Tehát ez igen, minden sportágban, szakosztályban megtalálható szerencsére.
és most beszéltünk a szenyorokról, említetted már az utánpótlást, hogy mondjuk a labdarúgó szakosztálynak nincs utánpótlás problémája, de én úgy gondolom, hogy a többi szakosztálynál sincs ilyen gond. Nincs hál' Istennek ilyen gond, de az egyéni sportágakban, ahogy látom, tehát ott utána kell menni a gyerekeknek. Nyilván egy sokkal monotonabb felkészülés van, bár az utánpótlás edzőink ugye próbálják ezeket a dolgokat játékosra venni, sok játékkal megfűszerezni a kicsiknek, és oda vonzani az adott sportákhoz, tehát nem arról van szó, hogy ha lejön kajakkenuzni vagy judozni, akkor az elejétől fogva szigorúan a sportági technikák, és gyűjtjük a kilométert, és csinálunk 1000 darab ledobást. Nyilván nem így kezdi senki, mert akkor gyorsan... Hónapban nem jön a gyerek. Igen, egy edzés lenne belőle, vagy mondjuk 2 hét. Úgyhogy mindent megtesznek a kollégák. Sok utánpótláskorú gyerkőc van, de a labdajátékok azok mindig valahogy egy kicsit játékosabbak, és azok a gyerekek, akik, és ők szerintem többen vannak, akik úgy játszani szeretnek ebbe a formába, és hát nyilván meg a focinak óriási a népszerűsége, tehát a tévében is rengeteg időt, vannak nagy példaképek. Igen, de hogyha most mérlegre tesszük, akkor mondhatjuk, hogy van egy egyensúly azért az egyesületnél, hiszen ott vannak ugye a két népszerű labdajáték, a kosárlabda és a labdarúgás, de az mellett meg mondjuk a cselgáncsba, illetve a kajakkenuba pont olyan példaképeket, ha már említetted, látnak a gyerekek testközelből is, ami mondjuk a másik két sportágra nem mindennapos, nem jellemző. Igen, bár ez is ugye egy nagyon érdekes kérdés. Tehát láthatom, nem a képernyőn keresztül gondoltam, hanem testközelben. Igen, ez így van, de a kosarasok most pont karácsony előtt szerintem csináltak, a felnőtt csapat lement a legapróbbakhoz egy kicsit játszani, és ugye ott a mérkőzéseken a gyerekek a lelátóról látják őket, testközelből játszanak velük, tehát az, hogy... És a gyerekekben nem tudom, mennyire csapódik le az, hogy nemzetközi, hazai eredmény, hogy itt van egy bajnoki, tehát ez biztos, hogy mindenkinél más és más-más versenyző lesz példakép különböző okok miatt, úgyhogy ő náluk is az, hogy nemzetközi szinten nincsenek eredmények, de az a magyar NB1-ben pattogtatnak válogatott játékosok, ezek ők is mindenféleképpen olyan példaképek, akikre a gyerekek fölnéznek. Ami egy nagyszerű dolog, azt hiszem, és nagy jó motiváció a csemetéknek. Kicsit tekintsünk előre, hiszen már itt említetted a 2023-as esztendőben is belenyúltunk ugye kosárlabda tekintetében, hogy kiegyenesedett a csapat, most jelenleg a 6. helyen áll, és hát cél mindenképpen a rájátszás. De hogyha tovább nézünk, akkor ez esztendő másról is szól, hiszen a párizsi olimpia itt van a nyakunkon idézőjelben, és ez már a kvalifikációs versenysorozatnak a keményével lesz, hiszen itt már a számtan nagyon fontos szerepet fog játszani. Igen. Ez így van, mind a két sportágban most már nagyon ott kell lenni. Különbség a kettő között az, hogy még a cselgáncsban ugye saját magadért küzdesz, és a világranglista hely alapján tudsz indulni majd az olimpián. Addig kajakkenuban ugye kvóta szerző világbajnokság lesz, illetve az európai játékok, és hát az a különbség, hogy ott nem magadnak, hanem az országnak szerzed meg az adott kvótát, és hát majd az olimpia előtt 24-ben pedig lesz egy vagy két válogató verseny, ez majd nyilván a szövetségi kapitányok döntése lesz, megírják a felkészülési programot, abban majd mi edzők látjuk, hogy mit kell teljesíteni, ahhoz rakjuk a felkészülést, és ott válogatót kell nyerni, és ott az olimpia előtt 24-ben fog eldőlni, hogy kik is indulnak az adott versenyszámokban majd, de egy nagyon fontos év lesz a 23-as. Nálatok ez tényleg mindig nagyon kemény, hiszen ugye itt a beülésért versenyeznek, tulajdonképpen a betérdelésért a versenyzők. Nagyon nehéz, de nagyon szívmelengető dolog is, hogy van miből válogatni. Olyat meg nem is tudom, hogy ki lehetne találni, hogy valaki ne órolja meg esetleg azért, mert ő nem került be a csapatba. Biztos van mindig ilyen, de attól függetlenül gondolom kénytelen kell fogadni a kapitányi döntést, hiszen ettől kapitány a kapitány, és ez az ő felelőssége.
Igen, hát ugye mondjuk, hogy egy kajakken egy mérhető sportágából minél gyorsabban el kell jutni, és ha az egyeseket nézzük, akkor ez így is van. Aztán még a párosoknál is viszonylag egyszerű a képlet, mert az edzők összebeszélnek, vannak kipróbált párosok, ők összeülnek, akkor még az is viszonylag egyszerű dolog lehet, de hát aztán a négyeseknél meg ember legyen a talpán. Ugye már azért komoly műszerezettsége van a sportágnak, tehát a lapáton ébredő erőket mérnek, pulzus számokat lehet nézni, tehát nagyon sok minden megjeleníthető grafikusan, de hát azért az a pici szubjektivitás az mindig ott van. Ott van az edzői szem, ott van a versenyzői érzés, hogy ki hogy érzi az egyik technikáját, a másikét, dönti a hajót, nem dönti. Szóval nagyon összetett dolog, és hát itt nyilván azért mindig vannak súrlódások, és itt már van. Meg kell egy kis bizonytalanság, meg kell harcolni a helyekért. Így van, mindig azt mondom a fiúknak, lányoknak, hogy egyes, és ha az egyes jól megy, akkor nyilván jönnek hozzánk, hogy szeretnének velünk párost menni, akkor ha az egyes jól megy, akkor az ember egy olyan döntési helyzetben van, hogy ő választhat magának párt. Négyesbe is nagy valószínűséggel be fog kerülni, tehát az egyes teljesítmény az nagyon meghatároz sok mindent. Az Aséból látsz olyan versenyzőt, természetesen gondolom igen, aki ott lehet majd a Párizs olimpián? Hát nem szeretnék rájuk terhet tenni. Nyilván reálisan nézzük, akkor a Puk Noémi, Réka biztosan. Aztán az U23-as versenyzők, akik ugye most még nem felnőtt korúak, a Vajda Bence, Kollár, Kristóf, Hodován, Dávid, akiknek még lehet esélye, de azért a kenuba is most ott az Adolf Balázs, Fejes, Dániel, akik nagyon jók, ők ugye a Tokió olimpián már kint voltak, csak a Daninak volt egy mandulagyulladás, és nem úgy jött ki a szereplés sajnos, ahogy arra számítani lehetett, de hát ez mindig benne van a sportban, de a fiúk mindent el fognak követni azért, hogy őket megszorongassák, vagy adott esetben meg is verjék, rengeteget kell hozzá dolgozni, de szerencsére nem ijednek meg a munkától, úgyhogy azon vagyunk, hogy minél jobb szereplést. Én úgy látom, és ugye még a Cirjanics Miki a judóban, őt már említettük, akiknek lehet esélye. Most nagyon előre ugrottunk, ez tényleg még messzebb van azért ebbe a tekintetbe. Most a fiatalokra eszembe jutott, hogy az edző bászem az nem csak az egyesületnél van ott, hanem ugye te a 23-asoknál, az 23-asoknál keretedzőként is dolgozol, úgyhogy mondhatni, hogy a nap 24 órájában te azért szakmailag ott tudod őket inspirálni. Igen, mivel a Kristóf meg a Dávid bent vannak a keretben, így én dolgozom most az 23-as kerettel. Hát egy nagyon szorgalmas csapat, ez egy szerencsés helyzet, mert így az enyémeken mindig rajta van a szemem, bár én mindig szerettem őket elengedni más edzőkkel is edzőtáborba, mert mindenkitől lehet tanulni valamit, hozzáállásban, új kondi edzésekben, bármiben, akár egy-egy, tehát összeszoktunk mi dolgozni VB táborokban is, mert ugye én láttam őket a motorcsónakból nap mint nap edzésre, és én is tudtam már segíteni másnak, nekem is segítettek kollégák, mert voltak olyan technikai és apró hibák, amiket azáltal, hogy minden nap látod, nem biztos, hogy kiszúrod. És akkor ülünk a biciklin Szegeden, és mondja a kollégám, hogy te Hódónak mondjuk jobban alá kéne fordulni, előrébb kéne nyúlni, nem térdenek esetleg magasan a párnán, és akkor ezeket mind átbeszéljük, és jönnek belőle jó dolgok. Tehát, hogy visszakanyarodjak, én most utazom a fiúkkal minden edzőtáborba. Együtt vagyunk, megvan ennek a jó oldala is, de mondom, én szerettem azt is, amikor el kellett őket engedni, és elmentek egy hétre más edzővel edzőtáborba, mert annak is megvolt a pozitív része mindig. Ugye lesznek itt világversenyek, amik már beszéltünk arról, hogy kvalifikációs tornák is egyben, vagy megméretetések.
Ilyenkor nem lehet akkor sem azt mondani, hogy eltörpül az maga az a verseny, akár legyen az világkupa, világbajnokság, Európa-bajnokság, bármelyik adott sportágban, amikről most itt beszélgettünk, tehát akkor is számít az eredmény feltétlenül az, hogy most dobogóra állhat-e a versenyző, tehát nem csak az, hogy most pontokat, illetve kvótát szerezzen. Nem. Hát a világbajnok, Európa-bajnoki címek, ugye egy minden sportoló, ha nem olimpia éve van, akkor ezért küzd, tehát... Ezek abszolút nagy motivációt jelentenek ezek a versenyek, nem csak abból a szempontból, hogy kvótaszerzés, mert kvótaszerzés ugye kajakkenuban csak az olimpiai sport versenyszámokban történik, de hát ott vannak még a világbajnoki, Európa-bajnoki versenyszámok, amikben ugyanúgy érmet osztanak, és egy fiatal versenyzőnek azok óriási lépcsők, és ugye mindig adnak plusz motivációt, hogyha tud egy-egy érmet vagy egy érem közelébe oda menni a felnőttek közé. Tehát ez azért egy hosszú lépcsősor, amin lépkedünk fölfelé szépen napránként. Hát akkor hogy összegezhetnénk ezt a dolgot? Mit kívánjunk 2023-ra? Legalább azt, mint 2022-ben az eredményesség tekintetében, vagy vársz esetleg mást? Hát azt jó lenne teljesíteni, igen, bár nem lesz egyszerű, már az se. Hát amit kérhetnénk, a betegségek, sérülések kerüljenek el, mert hogyha tudunk csinálni egy jó felkészülést, akkor én úgy gondolom, hogy nagy valószínűséggel a fiúk meg lányok meg tudják lépni azokat a dolgokat, amik kellenek, és hát ez a legfontosabb, mert akkor, ha ezek nincsenek, akkor tudunk nyugodtan készülni, és el tudjuk végezni azt a munkát, amit az edző kollégák elterveznek, és akkor szerintem sinem vagyunk. Hát azt hiszem, ez végszónak is jó lesz, tehát akkor kívánunk nagyon sok sportsikert 2023-as esztendőre, illetve egészséget és sérülésmentes felkészülést és versenyeket. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a mai műsorban. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a lelátóba. Jövő héten én várom majd önöket ismét a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!